Tartalmas és mozgalmas, de mindenképpen sikeres évként értékelte 2021-et Ibrány polgármestere. A város fejlődése tovább folytatódott, két iparterület megközelítése is javult két útfelújításnak köszönhetően. A belvárosban is aszfaltoztak, ahogy korszerűsítettek egy utat az egyik szegregátumban is, ahol játszóteret alakítottak ki és kamerákat is kihelyeztek. Az elmúlt évben megépült egy közösségi ház, amelyet sikerült tartalommal is megtölteni. Az éven már meg tudtuk valósítani a városi óvodánk fejlesztését 32 millió forintból. Nagyon örültünk ezeknek a fejlesztéseknek is, hiszen nagyon indokolt volt és nagy szükség volt rájuk. 30 darab platánfát ültettünk a település fásítási program keretében a Városligetben, illetve térzenepályázat keretében 7,5 millió forint összegből 30 előadót tudunk vendégül látni. Ez év nyarától, jövő év nyaráig, úgyhogy ennek is nagyon örültünk, ennek a nyertes pályázatnak is. És ha már 2022, még januárban elkezdődhet a városi konyha fejlesztése 36 millió forintból. Egy külterületi mezőgazdasági út 300 milliós fejlesztése is a közeljövő tervei közt szerepel. Ennek célja, hogy a gazdák könnyebben megközelíthessék a földjeiket, illetve hogy a Tisza part is elérhetőbb legyen a töltés kikerülésével. A további benyújtott pályázatokat a település vezetője sorolta. Egy 110 milliós belterületi útfejlesztés, amely megvalósulhat Ibrányban a jövő év elején. Ebből 7 utat tudunk felújítani, illetve ugyanilyen fontos és nagy volumenű fejlesztés lesz Ibrányban egy belvíz és csapadékvíz elvezetés fejlesztésére elnyert támogatás a Béke utcán, tudjuk ezt megvalósítani 109 millió forintból. A koronavírus járvány kapcsán a polgármester kiemelte, magas az átoltottság a településen. A pandémia okozta nehéz gazdasági helyzethez pedig feszes, szigorú költségvetéssel sikerült alkalmazkodni az önkormányzatnak.